Mozaik Plusz című műsorunkban a dunaföldvári származású Kis Árpádot kérdeztük a járványhelyzetről. Kis Árpáddal, öcsővel beszélgetek, akit Dunaföldváron sokan ismernek, és természetesen a járvány a téma azért, természetesen, és azért járvány a téma, mert öcső gyógyszerész, Dunaföldváron itt még gyógyszertárban is dolgozott, utána pedig nemzetközi porondoni színre lépett járványos betegségek kapcsán, a malária kapcsán Afrikában is dolgozott, feladatokat látott el, és van egy olyan hite a kis helyi televízióknak, hogy akit helyben ismernek, az hitelesebb ember, autentikusabbnak fogadja el a közösség, mint mondjuk az ismeretlen, de azért szakértőt. És a járványról kicsit beszélgessünk, de teljesen szakmai vonalon, tehát semmiféle politika, meg semmiféle hovatartozás. És azt a kérdést szeretném konkrétan feltenni, hogy amikor valaki oltást vállal egy járvány idején, azt oltsunk, vagy ne oltsunk, felvegyem, vagy ne oltsam, ez nem egy egyéni betegség, és nem pusztán egy individuális döntés, hanem. Nos, hát azt hiszem, járvány esetén az, ha én dönthetnék, akkor ezt így fel sem tenném, hanem kötelezővé tenném az oltatást, mert a közösség megvédése az mindig, vagy a közösség védelme az mindig felülírja az egyéni szabadságot, hiszen ha jól tudom, a szabadságnak is olyasmi a definíciója, akár a filozófusnál, hogy mások szabadságát nem korlátozhatja, és ez a veszélyeztetésbe ugyanígy beletartozik. Ez nagy vagy szabad demokráciákban igen érdekesen alakult, például amikor az AIDS a 80-as évek elején berobbant New Yorkban, és mivel az AIDS az immunrendszert elpusztítja, a következményesen a tuberkulózis, tehát a tüdőbajnak az előfordulása exponenciálisan megnőtt. És ekkor merült fel az a kérdés, hogy akkor itt most ezt a közösséget akkoriban talán még azt sem tudták, hogy az AIDS vírus fertőzésnek az eredménye, hogy ezt a közösséget most akkor kötelezően oltsuk-e, hogy megelőzzük a járványt. Úgy hosszan válaszoltam, de nagyon, nagyon kategorikusan az a véleményem, hogy járvány esetén az oltást kötelezővé kéne tenni, és a szakmának kéne eldönteni, hogy kinek kapja meg, akit veszélyeztet, fenyeget, esetleg valamilyen szervi probléma miatt az oltás. Annak az okát te miben látod, hogy nemzetközileg és globálisan az a jellemző, hogy önkéntes alapon, akár Indiáról van szó, akár Kínát, azt nem tudom, vagy mindjárt elmondott te, hogy hogyan, de Európában, Amerikában ez önkéntes alapon megy, habár ugye a korábbi járványok már nem vacakoltak nagyon, egyszerűen kötelezővé tették. Mi az a különbség, hogy a mostani koronavírussal szemben nem ilyen határozottan lép fel a nemzetközi szakma? Nos, azt hiszem, hogy talán a veszélyérzet rendkívül módon lecsökkent. Az a biztonságérzet, amit adtak a védőoltások az 50-es évek után, vagy talán inkább a 60-as évektől, az úgy párosult még az antibiotikumok elterjedésével is, hogy mindent szabad, mindent lehet, és ezzel ennek az eredője lehet, hogy az egyén döntése, ami nem biztos, hogy tudományosan a legjobb szándékkal tudományosan indokolni tudja az ő tagadását. Hogy úgy mondjam, tehát aki nem ért hozzá, az ne szóljon bele, azt hiszem, ezt így lehet lefordítani. És ebből fakad, mert amíg a Heine Medinkóra járványos gyermekbénulás a 950-es évekig
olyan mértékben rettegésben tartotta a lakosságot, hogy utána az oltást kötelezővé tudták tenni. Hát ugye ismerünk mi még, én 54-es vagyok, ismerünk még 52-53-ból bőven olyan csipő vagy egyéb betegséggel életén keresztül szenvedő embert, aki még nem oltottak be akkor, mert csak nálunk talán 56-tól, igen, 56-tól adták a Heinemedinkor ellen. És ez lehetne ugyanígy, a Morbus Ungaricusnak nevezték, a TBC-t, ugye a magyar betegséget, a dőbajt, azt is az oltással tudtuk hát eltüntetni, és ezt pedig kötelező oltással tudták megoldani. Tehát a veszélyérzet megszűnt. Ez ilyen sok minden másban is. Háborúk után is mindig van egy ilyen eufória, és aztán ez a dolog, ez a harmadik nemzedékig, negyedik nemzedékig fokozódik, és akkor jön az újabb konfliktus. Én azt hiszem, ilyen fenyegető ciklusok létezhetnek, ha csak nem az ember ezt egyre jobban azért menedzseli. A közösségi oldalakon ilyen egy-egy mondatot bedobok, reagálj rá. Nagyon terjednek a közösségi oldalakon ezek a mondatok, hogy miért oltatnám be magam, hisz egészséges vagyok. Hát igen, amíg meg nem kapja a fertőzést. Hát mindenki egészséges, amíg meg nem fertőződik, meg amíg meg nem találják akármilyen betegségét. Na de most egy laikus azt honnan tudja, hogy ő egészséges? Én lehet, hogy már bennem van a vírus 4 napja, de én még egészségesnek érzem magam. Sőt, az is lehet, hogy én úgy fogom elhordani a vírust, hogy a koronavírusról beszélünk, hogy nem is tudom, hogy beteg voltam. És tegnap előtt publikálták, hogy a vírusteher, ami jelen van a közösségben, annak a 90%-a, körülbelül 2%-a a lakosságnak, ahol ez meghúzódik, és ez a 2% a tünetmentesek között húzódik meg. Ez egy nagyon súlyos, nagyon érdekes és figyelmeztető szám. Tehát ennyit arról, hogy egészséges vagyok. Persze az vagyok, én úgy élek, nem félek semmitől, de nem dugom a kezem a tűzbe. Miért büntetik azt, akinek nincs oltási kártyája? Azt én nem tudom, hogy büntetik-e igazándiból ezen. Ja igen, hogy most nem mehet be ide vagy oda. Én ezt nem nevezném büntetésnek. Vannak játékszabályok mindenhol. Ugye a futballban nem fogjuk meg kézzel a labdát, a kézilabdában meg nem rúgunk bele. És ugyanígy egy közösség, ha közösségnek a tagja kívánok lenni, akkor játékszabályokat be kell tartanom. Voltak ilyenek, hogy ne lopj, ne ölj, meg nem tudom én, ne paráználkodj. És azt hiszem, ez ugyanúgy része, hogy ne veszélyezteszd a másikat. Mert aki azt hiszi, hogy ő elviszi azzal, hogy megkapja a betegséget, és beteg lesz, és akkor majd elmúlik, az nagyon súlyosan téved, mert azzal, amíg ő megfertőződött és manifesztálódik a betegség, addig ő terjesztheti a betegséget, tehát potenciálisan akár egy másik embernek a pusztulását is okozhatja. Sajnos tudom, hogy... Egy hozzátartozóét is. Bárkit. Most ez közömbös. És engem úgy hívtak itt, hogy a hosszú hajú loboncos patikus, de én azt hiszem ezeket, ennek dacára, hogy valaha az voltam, nagyon komolyan kéne venni. Mert sokkal könnyebb, egyszerű szabályokat betartani, mint utána a lélekeztetőgépen heverészni. Utolsó ilyen felvetés, hogy miért oltassam be magam egy olyan szerrel, aminek fogalmunk sincs, hogy később milyen utóhatása van, és lehet, hogy tönkrevágja az életemet? Minden úgy kezdődik az elején, hogy nem ismerjük, hisz a járványos bénulásnál is, gyermekbénulásnál is, oltásnál is voltak ilyen fészek, meg a kanyarónál is voltak ilyen fészek, hogy rettegtek az emberek a kanyarótól, vagy a torokgyéktől, vagy ezek szamárköhögéstől, azokból bele lehetett halni. Ezek mindig voltak, és mindig voltak ilyen hangok, amik ellene szóltak. De azért ezen már túl vagyunk egy kicsit, mert nem a szakmát dicsérem, de hát az orvostudomány meg a gyógyszerkutatás már eljutott odáig, hogy először egészségesen nézik
ártalmatlanságot, aztán kis csoporton nézik, aztán nagyobb csoporton nézik az ártalmatlanságot. Tehát aki ezeket a játékszabályokat betartja, ott a milliós populációban is igen kicsi annak az esélye, hogy károsodjon. Nyilván mindent nem lehet kiküszöbölni, mert ahogy leesik a repülő is, úgy van olyan találkozás is a gyógyszer meg egyén közt, ami esetleg ártalmas, de ennek a valószínűsége igen kicsin abban az esetben, ha betartjuk a játékszabályokat a kutatásnál. Ezért találják ki a hatóságokat, az egészségügyi vagy gyógyszerhatóságokat, hogy ott ezeket ellenőrizzék. Jószerével akkor is, ha a gyógyszeripar ezt maga megteszi a józan felfogott érdekéből, mert ha egyszer egy gyógyszergyár egy olyan vakcinát csinál, amivel kárt okoz, az a gyógyszergyár többet nem játszik. És arról nem is beszélve, hogy beoltatom magam, és nem tudom, hogy milyen következményei lesznek, viszont ennek az alternatívája az, hogy nem oltatom be, és a betegségnek a következményeit pontosan úgy nem tudom, legalább annyira súlyosak lehetnek a hosszú távú következményei. Igen, hát ez választás, hogy tetszik, hogy ördög vagy a jóisten, de nagyrészt ugye, ahogy itt vagyunk, mindent hitből csinálunk, vagy elhisszük. Elhisszük azt, hogy beöntjük a benzint az autóba, akkor az elindul, ha kapcsolózod a nyúlunk, akkor fény lesz. Ezt mind más csinálta meg nekünk, a kávéfőzőt is, meg a mobiltelefont is, és ezeket úgy használjuk, hogy hiszünk benne valamennyire. Na most hát az oltásnál ezt miért nem lehet ugyanígy elfogadni? Hisz telefonhoz se értünk, akkor azt se kéne használni, hisz abból sugárok mennek be a fejünkbe, és lehet, hogy ott a hipokampuszunkat elrontják. Sokáig volt is ilyen pánik. Volt, pont erre utalok. Most meg boldog-boldogtalan éjjel-nappal telefonál. De ugyanez volt a tévénél régen, meg hogy látják a tévé, igaz, látják is, na jó, az egy más kérdés, de még már az én időmben, tehát a 60-as években, hogy még tévé előtt nem vetkőztek az anyukák, hogy látja a bemondó. Szóval az nem így működik, azt hiszem. Ideje lenne felnőni kicsit? Nem, én nem prédikálok, egy percig se, egy jó viccel kéne itt lezárni, vagy valami könnyed fordulattal. Nem, én csak így gondolom, hogy hát nem tudom, mindenki csinálja azt, ami ezért. Szóval, ha nem bízok egy sebészbe, akkor hogy műtetem meg magamat? Ha nem bízok meg egy gyógyszerbe, akkor hogy szedem be? Nyilván, hogy vannak tévejedések, néha szándékosan, mert a pénz nagy úr, de azért nem ez a jellemző, én azt hiszem, és nemzetek szintjén ez nem. Az, hogy esetleg a gyógyszerekkel, vagy bizonyos márkákkal hogyan viselkednek, hogy vannak preferenciák, vannak üzenetek, hogy melyik a jó, melyik a jobb, meg ilyesmi. Ezek az embert elbizonytalanítják, azt hiszem, és nem túl elegáns, ha valaki ilyen eszközökhöz nyúl más érdekből, és itt azt hiszem még nagyon hát, megengedően fogalmaztam, de ahogy mondtad, a kockázat azért sokkal nagyobb, és felülírja azt, hogy betegek leszünk, mint a gyógyszernek a kockázata, azt az előnyt, amit biztosít, hogy nagy valószínűséggel megússzuk a betegséget. És itt megint csak még a beszélgetés elejére vissza lehet kanyarodni, hogy ez nem csak a maga egyéni megvédése, ugye, hanem a közösségnek a megvédése is. Mert én potenciálisan annak a nyájnak a része vagyok, ami ha védett, akkor a betegség meg tud szűnni, minél előbb annál jobb, mert annál kevesebb új mutáció jön közénk. Másik esetben meg ugye a potyázó vagyok, ha nem oltatom be magam, aki arra számít, hogy na jó, akkor 80% beleszólt, és akkor én megúsztam.
az se egy elegáns dolog. Ma este adásunk bármikor megtekinthető weboldalunkon. A kábeltelevízión ismétléssel péntek este 8, illetve vasárnap délelőtt 10 órától jelentkezünk. Új anyagot egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban láthatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!